Da-da-da-da! Így néz ki! Bocs, te só! Na de közben kihelyeztük a gépeket. Most már találkozhatok velem és a Vatta cukorgépeinken az Ázsia Centerben. Na menjünk, kóstoljuk meg! Herkules a tejfog kommandó rémáma. Mivel felkeltett az érdeklődésemet a Fanni Vatta cukorgépe, ezért egy hosszú útra indultam el. Nagyon hosszúra. A Bermuda háromszögnél jártam, amikor egy kis technikai malőr szabotálta a haladásomat. Lefagyott a GPS, csak kóvályogtam jobbra-balra, és teljesen el voltam tévedve. Álltam ott egy pár órát, aztán eszembe jutott, hogy basszus Herkules, hát jártál már itt többször is, egyenesen kell tovább menni. Na meg is érkeztem. Ázsia Center. Megnézzük ezt a Vatta cukorgépet. Tartsatok velem! Akkor nézzük meg, hogy milyen Vatta cukorgépe van a Fanninak. Azt mondta, hogy ez a kedvence, úgyhogy akkor legyen a Fanni kedvencét fogjuk megkóstolni. Várjál. Oké. Okay. Ezt erre mondta, hogy a kedvence. Fizetünk órával, persze. Az érme bedobás sikeres volt. Oda nézz. Csinálja a Vatta cukromat. Új, mi lesz most? És még zene is szól, hallom. Fanni, meg kell, hogy mondja, ez menő. Ez menő. Milyen komoly, mámi? Mint ahogy kisgyerek úgy örülök, jújj de jó, eszek Vatta cukrot. Hallod, körülbelül 10 éves korom vettem utoljára Vatta cukrot, úgyhogy most... És hogy pont a Fanniét, azért ez milyen már, nem? Figyelj, még csinál rá ezért is. Ja, mert virágforma lesz, öcsém. Számolja, hány százaléknál tart. Aha. Az igaz. Az igen. Öcsi, ide néz. Asztal. Megkóstoljuk. A gyerekkoromat idézi vissza, azt a... Nagyon jó. Na figyelj, a városiak azok itt így eszik a Vatta cukrot, hogy mi a faluban így ettük. Jó, hogy fog ragadni a kezem, hogy somosom meg. Kötöm hozni vizet, vagy valamit. Nyom. Amúgy, ahogy kell, összenyomod, aztán egybe az egészet.
Én így ettem gyerekkoromban is. Bocs, tesó, de ez kurván ragad, de hát jó, nyilván, vattacukor, ez ragadni fog. Mind a 10 ujjam megnyaltam. Pár szóba csak annyit mondanék, hogy sokan fikázzák ezért a gépért, de ő legalább csinál valamit. Legalább tesz valamit azért, hogy ne csak a videókat gyártsa, hanem az embereknek okozom egy kis örömet. A finom vattacukor kóstolás után a bevitt kalóriát egy professzionális lépcsőző gépen dolgoztam le, ami szintén az Ázsia Centerben található. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy számomra kellemes csalódás volt, a vattacukor nagyon jó pofa, a gép megcsinálja tényleg valóban virágformára, a gép nagyon igényes, tök jó néz ki az, hogy a Fanni oda rá van festve, a Fanniról a kis videókat ott játsza folyamatosan, lufikkal körbe kidíszítve, az a világítás tényleg nagyon igényesen van megcsinálva, mindenkinek ajánlom, hogy ha arra jártok, akkor próbáljátok ki, kóstoljátok meg. Szerintem egy tök jó dolog, és köszönöm neked, Fanni, hogy visszahoztad ezzel a gyerekkoromat. Most néhányan biztos fel fogjátok tenni a kérdést, hogy hallod, a Herkules most miért reklámozza Fannit? A Fannival kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy nekem semmi bajom nincsen vele. A videóimat, a reakció videóimat szórakoztatás gyanánt készítettem. Az összes videómba leteszem az ő videójának a leírását, így az én nézőim, akik amúgy nem ismerték is, átmennek hozzá megnézni. Szóval, hogyha nekem bajom lenne a Fannival, akkor ezt a videót se csináltam volna meg. Meg azokat a videókat se. Hogyha valakit nem kedvelek, akkor annak rá se kattintok a videójára. Nem, hogy reggeltől estig azon dolgozzak, hogy reagáljak rá. Pont, hogy kedvelem a Fannit, ezért készülnek a videók. És most úgy gondoltam, hogy elmegyek és megnézem ezt a vattacukorgépet, és igen, kellemes csalódás, és mint ahogy mondtam az előbb, menjetek, nézzétek meg, próbáljátok ki, érdemes. És még egy pozitív dolog a mai nappal kapcsolatban, egy kis rajongom odajött hozzám, Máté, köszönöm, hogy készítettél velem néhány közös fotót. Hogyha közületek is, akik néztek, láttok bárhol, nyugodtan gyertek oda, én is ugyanolyan ember vagyok, nyugodtan gyertek oda, közös fotóra, pár szót szólni, nyugodtan. Máté is készít videókat, itt a videó alatt az ő csatornájának a linkjét is megtaláljátok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, legyen szép hétvégétek, sziasztok! Hogyha teheted és támogatni szeretnél, akkor kérlek használd a videó alatt a szuperköszönet gombot. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a támogatásokat.